Szeretettel üdvözöllek, kedves hallgató, én Cikó Évi vagyok, Latvan tervező és lakberendező, és ez a Tervez Okosan című műsor. Ugye minden pénteken 18 órától jelentkezem nektek egy újabb lakberendezési témával, és hogyha kedved talmat hozzá, akkor nyugodtan jegyzetelj az adás alatt, és az itt elhangzottakat te is bátran alkalmazhatod az otthonodnak a kialakításában. Az előző adásokban volt már szó a világításról, a tarolásról és mindenféle lakberendezési praktikákról, a múlt heti adásban pedig már egy konkrét stílusról beszéltem nektek, ami ugye skandináv stílus volt. A mai adásban szintén egy lakberendezési stílust fogok nektek bemutatni, ami hát szöges ellentéte a skandinávnak, ahol ugye a természetes anyagok, a világos színek és a letisztultsága jellemző. Már viszont nem csak, hogy az előző évek, de még talán az idei évben is a második legközkedveltebb stílust mutatom be nektek, ami megjegyzem az én kedvencem is, az pedig nem más, mint az Art Deco lakberendezési stílus. Ugye, ahogy látványtervezéssel is foglalkozom, egyre-egyre több ügyfél kéri, hogy a látványterveken ezt a stílust jelenítsem meg, vagy valahogyan vigyem bele egy-egy elemét az elképzeléseikbe. Amit tudni kell az Art Deco-ról, az az, hogy egyszerre modern és klasszikus, egy nagyon elegáns és luxus érzettel kapcsolhatjuk össze, ugye merészebb színeket, mintákat és drágább, minőségibb anyagokat használ, mint például a skandináv. A színei és formái nagyon változatosak, és ezért is nagyon különleges. A stílus jellegzetességei a fémes anyagok tekintetében, ugye az arany, a sárgaréz, a króm, az alumínium, de a bronz is jellemző, továbbá a marvány és a minőségi fa anyagok is. Nagyon fontos, hogy mindenféleképpen a csillogó, tükröződő és az üvegfelületek legyenek jelen, akár a falon, akár a dekorációban vagy bútorelemeknél. Például képzeljétek el egy üvegasztalt vékony, kecses, aranyozott lábakkal. A textilek tekintetében a bársony, a selyem, a szatén és a bőr, ami nagyon jellemző, különféle fémes berakásokkal, hogyha például a kanapét vesszük alapul. A színei pedig például a mézöld, a sötétkék, a lila, a fekete és a sárga, de hogyha visszafogottabb színeket kedveled, akkor a rózsaszínt vagy a bézs árnyalatokat is használhatod. Ha viszont letisztultságra vársz, akkor pedig használd a monokróm színeket, és maradj a jó megbízható fekete, fehér, bárna, valamint a króm árnyalatainál. A tapéták használata is nagyon-nagyon tipikus ennél a stílusnál, ugye az erőteljes mintákat kell, hogy keresd, aminek szintén idézőjelesen soknak kell lennie. Nem ritka az sem, hogy a falak is sötétebb színekre vannak lefestve, de ugyanúgy a padló is lehet sötétebb árnyalatú, és gyönyörűen kiemeli aztán a fémes kiegészítőknek a jelenlétét. Ha tovább menjünk a dekorációkra, akkor például a képek terén ott is az erőteljes mintázatú képek a jellemzők, lehetnek geometriai mintázatúak, vagy akár levelek. Lehet természetesen másabb jellegű is maga a kép, de arra ügyeljünk, hogy a fényképtartó vagy a képkeret legyen üveges vagy tükröződő felületű. A díszes lámpák használata is bőven belefér ebbe a stílusba, a szőnyegeken pedig a minták szintén megjelennek. Nem kell attól sem megijedni, hogy túl rideg lenne ez a stílus, mert itt is bátran nyúlhatsz a szobanövények használatához, ami melegséget visz a térbe. Lehet, hogy elsőre ez a túlzott mintahasználat és a színkavalkácsoknak tűnik, viszont a végeredmény mégis egységes lesz, mert lényegében egybeolvadnak, hiszen nincs domináns elem, mert mindegyik az. Ugye teljesen más milyennek hat, mintha például egy másik stílusba elhelyezel egy hangsúlyos elemet, ami szinte kiri a többi bútor vagy dekoráció mellett. Ez a stílus nem éppen visszafogott, így azoknak ajánlom, akik tényleg szeretik a csillogást. Összefoglalva, ez a stílus kedveli a mintákat, a sötétebb, karakteresebb színárnyalatokat, a sok-sok fémes kiegészítőt, a tükröződő felületeket és minden olyan elemet, ami luxus érzést ad. Hogyha van kedvetek, nézzetek utána az interneten ennek az Art Deco stílusnak, lehet az ott talált képek alapján nektek is tetszeni fog.
Ennyi fért bele a mai adásba. Hogyha szeretnéd újra hallgatni, akkor azt holnap, szombaton 10 órai kezdettel megteheted. Én jövő héten pénteken újra jövök egy újabb témával. Várlak szeretettel akkor is. Legyen csodás hétvégétek. Sziasztok!